Kéti Nyugdíjas Érdekszövetség idén is megrendezte a farsangibált. A szépkorúak saját maguk készítette jelmezekbe öltözve adták elő produkciójukat. A település polgármestere Gödrei Zoltán elmondta, az önkormányzat támogatja a helyi szervezetek munkáját. Mindig nagyon érdekes és nagyon színvonalas műsort adnak a nyugdíjasaink a meghívott nyugdíjasokkal. Ha jól tudom, akkor Kakasról, Hőgyészről jöttek még a társszervezetektől, a megyei nyugdíjas szervezettől is van delegált, úgyhogy egy nagyon jó kis hangulatú farsangi bál lesz, én azt gondolom, meg ilyen kis farsangi mulatság. Hát az önkormányzat maximálisan támogatja a nyugdíjasait, minden civil szervezetet támogatunk, most a nyugdíjasok ünnepe van, farsangi ünnepe van, és ugye most minden olyan dolgokban, amiben kérték az önkormányzat segítségét, az természetesen megkapták. Az Egyesület 2002-ben alakult 50 taggal, melynek célja a nyugdíjasok képviselete, valamint a helyi rendezvények, kirándulások, előadások szervezése. Faragó Gáspárné, a szervezet elnöke, a beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Mi már ezt hát 6 éve, hogy rendezzük. A Covid ideje alatt nem tudtuk rendezni, úgyhogy most ez a mai, ez a 4. megrendezett farsangi bálunk. Mi úgy érezzük, hogy erre nagyon nagy szükség van. Korunktól függetlenül nekünk is kell a mulatság, az együttlét. Úgyhogy ez most nagy, ugyanúgy, mint tavaly. Tagok is beöltöztek, meg a meghívott vendégek is beöltöztek maskarában, majd fogják látni. Mi az Omega együttest fogjuk utánozni, az Alatnai Saroltát öltöztettük be, lesznek táncoló lányok itt a színpadon, meg még egy nagyon szép barátságról szóló éneket fogunk mi előadni. A vidékiek, hogy mit hoztak magukkal, azt nem tudom, mert az biztos, hogy meglepetésnek szánták nekünk. És még a farsangi bált a cigányok fogják majd befejezni, úgyhogy remélem jól fog sikerülni. Idáig minden évben megrendeztük, és nagyon jól sikerült. Azért gondoltuk, hogy ezt hagyománynak fogjuk, és ha lesz egészségünk, meg engedi a jó Isten, akkor majd végig folyamatosan fogjuk ezt végigvinni. Meg amíg van rá igény, nagyon jól érzik magukat. Most már olyanok vagyunk a meghívott vendégekkel együtt, mint egy nagy család, és tényleg nem utasítanak vissza, hogyha csak heten tudnak jönni, akkor heten jönnek, de nem mondanak nemet. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek, hogy elfogadják a meghívásunkat és a visszajelzést is. Amikor mennek el is mondják, és amikor találkozunk is mondják, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Meghívott vendégek a Tolna megyei nyugdíjas egyesület elnöke, onnan még jött a gazdaságvezető és egy vezetőségi tag, jöttek a harciak, harci nyugdíjasok elnöke hozott magával 8 embert, jöttek a kakasdiak 9-en, és jöttek a hőgyésziek 7-en, úgyhogy az elnökök is jöttek mind a 3 helyről. Ezek a meghívott vendégek. És persze ugye mi, nekünk a tagságunkat nem csak a kétiek, hanem hozzánk csatlakoztak a szekszárdiak is, van köztünk tolnai, zombai, úgyhogy amióta én átvettem a nyugdíjasok egyesületét, azóta megtriplázódott a számunk, úgyhogy ennek meg nagyon örülök. Nagyon jó nekünk ez az egyesület, mert még az egyesületen belül van egy tánccsoportunk is, és ezzel itt bennünket mindenhova meghívnak, ahol van egy falunap, van egy kuglófesztivál, ki mit tudom részt vettünk, nyertünk egy ezüst fokozatot, nyertünk egy aranyfokozatot már Siófokon, úgyhogy ezt meg folyamatosan próbákkal frissítsük a tánc tudásunkat, és bármikor, bármilyen rendezvény van a kéti polgármesteri hivatalnál, akkor azt mi nagyon-nagyon segítő készséggel bevállaljuk, és mindegyikünk, aki csak aktívan tud még dolgozni, odaállunk mellé, és segítjük az ő szervezését is. De hát mi ezzel tartozunk is, mert a polgármester rengeteget segít nekünk abban,
most ezt, hogy meg tudtuk szervezni, neki is köszönhetjük, mert a termet teljesen ingyen odaadja nekünk, és ezt kevesen mondhatják el magukról, hogy ennyit segít, de ő nem csak ebben, mindenben segít bennünket. Amit most ezúton meg is köszönnek neki a tagság nevében.